Marika néniek ebben a családi házban élnek. A férjemmel élek, meg a lányommal, unokámmal. Délelőttönként főzni szokott mind a négyükre. Hát ez nagyon nagy megterhelés szintén, mivel hogy az élelmiszer az rettenetesen drága, és azért négy embernek bizony enni kell. Ezt állandóan írják, hogy itt csökken az áfa, aztán mindig többet fizetünk a húsért például, meg mindenért. A tej, az élelmiszer, hiába hozzák ki itt, hogy amikor az infláció, hát ne a nagy tévéket, meg a mosógépet, meg ilyeneket vegyenek bele, hanem vegyék azt, amit mindenkinek meg kell venni. Enni kell. Hát most már ott tartok, hogy 5000 forintért nem kapok semmit. Ő 89000 forint nyugdíjat kap. A férjé ennél magasabb, ám a kettő együtt is kevés. Jelenleg úgy állunk, hogy a férjem kénytelen dolgozni ahhoz, hogy legyen mit ennünk. Mivel a nyugdíjunk elég kevés, két deviza hitelünk van, amelyikből az egyiket fölmondták, mert az 50000 nyitó összeg 130-140-re fölemelkedett. A lányomnak van a deviza hitele, aki most szintén nálunk velünk lakik, mert hát kénytelen volt hazajönni. A lánya 7 milliós lakása végül 22 millió forintba került volna. Ezt képtelenség volt kifizetni, mondja Marika néni. Enélkül is rengetegbe kerül a rezsi és a gyógyszerek. Első nekem mindig a sárga csekk. Megjön a nyugdíj, akkor mennek a sárga csekkek. Ez mennyi összességben? Olyan százas, az minden hónapban megvan, azt nyugodtan állíthatom, igen. Aztán körülbelül. Aztán van egy devizás autónk, ami 30 ezeret visz. A gyógyszerünk olyan 35-40 ezer havonta. És akkor még enni is kell? Hát még enni is kell, meg azért néha csak egy-egy darab ruha nem kell az embernek sok, de hát azért na. Magyarországon jelenleg az átlag nyugdíj valamivel több mint 131 ezer forint. A Somogy megyei még ennél is kevesebb, csak nem 10 ezer forinttal. A kifejezés azonban megtévesztő. Az átlag nyugdíj nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasok nagy része nagyjából ennyi pénzt kap havonta. Valójában a kisebb részük ennél többet, vagy sokkal többet kap. Döntő többségük viszont ennél kevesebbet. A problémát az jelenti, hogy a nyugdíjasoknak a kétharmada az gyakorlatilag az átlag alatti nyugdíjat kapja, azaz folyamatosan csökken. 8 év alatt folyamatosan csökkent az életszínvonala, kétharmada minden évben, évről évre a vásárlóértéke nyugdíjának kevesebb. Mi ez ellen emeltünk szót, hogy érdembe foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mert ez körülbelül 1,5 millió embert érint. Ami ellen a szövetség szót emelt, az a 8 éve bevezetett nyugdíjemelési módszer. Az Orbán kormány 2011 óta alkalmazza az úgynevezett infláció követő nyugdíjemelést. Ennek a következményét nem nehéz belátni. Egy alacsonyabb nyugdíjat kapó ember ellátásának az értéke folyamatosan csökken. A magasabb összeget kapóé pedig egyre növekszik. A példán jól látszik. Egyikük csak 5000 forinttal kap többet, a másikok viszont 10000-rel. Összességében tehát kevesen egyre gazdagabbak lesznek, míg nagyon sokan egyre szegényebbek. 2012. júniusában írtunk levelet Orbán Viktornak. Június 18-án válaszolt erre, ezelőtt 7 éve, ez nagyon fontos, és azt írta itt az utolsó mondat, talán a leglényegesebb, hogy engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem építő javaslatait, amelyeket a jövőre nézve átgondolásra érdemesnek, és jövőbeli elképzeléseink kialakításakor megfontolásra érdemesnek tartunk. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon biztató dolog volt akkor, de sajnos azóta egy betűje sem valósult meg a mi megítélésünk szerint. Ugyanis a nyugdíjemelési módszer azóta is változatlan. Így fordulhatott elő, hogy mára legalább 70-szeres különbség van hazánkban a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíjak között. Ez a napokban derült ki a Magyar Államkincstár adataiból.